Nem mindennapi kezdeményezés résztvevői lehettek azok a vendégek, akik május 7-én szombaton betértek és fogyasztottak Veresegyházon a főút mellett található Dédi vendégháza étteremben. A vendéglátóhely tulajdonosai a nap teljes bevételét jótékonysági célra ajánlották fel, melyet a Veresegyházi önkormányzat ugyanazon összeggel kiegészített. Az együttes támogatást a példás összefogási résztvevői célzottan az őszi napsugár alapítvány javára juttatják el, mely a veresi idősek otthonát segíti. A városvezetés nagyon nagy örömmel fogadta ezt a kezdeményezést és ezt a jótékonyságú célú rendezvényt azért is, hogy a polgármester úr és polgármester úr mellett a képviselőtestületben ez a város céljának, a város elképzelésének megvalósítását lehet létrehozni. És ami érdekessége, úgy mondjam, tehát pozitív értelemben pikantéria a dolognak az, hogy polgármester úr megígérte, hogy amennyi bevétel lesz a mai nap, ugyanezt az összeget ő hozzáadja ehhez az összeghez, és az általa megjelölt kedvezményezet fogja megkapni ezt a napi bevételt. És ezért köszönjük az önkormányzat nevében is ezt a kezdeményezést, fantasztikus cél, fantasztikus ötlet. A polgármester úr kapta azt a lehetőséget, hogy ő döntsön, hogy ki lesz a kedvezményezet, ki lesz az a szervezet, aki részesül ebben az összegben, tehát az önkormányzat által megnövelt összegben. Az első kedvezményezet az idősek otthonán keresztül, az őszi napsugár alapítvány. Ez egy nagyon nemes cél, én úgy gondolom, hogy ennél nemesebb nem is lehetett volna legelső választásként megjelölve azt az intézményt, mert ugye itt önkormányzati intézményről van szó, ahol időskorúak ápolásáról folyik maga az egész folyamat, az egész működés. Alapítványunk 16 éve működik, őszi napsugár alapítvány a neve, a városi önkormányzathoz tartozunk, az idős otthonnak, lakóinak a hétköznapi életének a támogatása volt a célunk, amikor ezt létrehoztuk, ezt az alapítványt, azokat az eszközöket, azokat a programokat, amelyeket a finanszírozásban nem tudtak beépíteni adott esetben, ugye a költségvetési korlátok miatt, ezeket próbáljuk folyamatosan bővíteni, és mondjuk rendezvényeket szervezünk, egészségügyi programokat készítünk az idős otthon lakói részére. Az alapítvány létrejöttekor az volt a cél, hogy a mindennapi életet egy kicsit többé, szebbé és színesebbé tudjuk tenni. Ez a mai rendezvény, ez különösen egy nagyon-nagyon szép gesztust. Azt gondolom, hogy nagyon ritka az ilyen nagyvonalú lehetőség, és nagyon köszönjük is, és valóban így van, hogy nem jellemző, mi szoktuk megkeresni az intézményeket. Viszont itt Veresegyházon tényleg működik egy olyan fajta együttélés, együtt támogatás a vállalkozások és a vállalkozók részéről, hogy azt gondolom, hogy azért is történt meg ez a felajánlás, mert a tulajdonos úgy gondolta, hogy ebben a dologban szeretne ebben a közösségben segítséget adni ő is, és tényleg így van, hogy ez nem jellemző a mai világban, de Veresegyházon azért előfordul, ez nem kisebbíti ennek a felajánlásnak az értékét. Én úgy gondolom, hogy ez pont azt bizonyítja, hogy az emberekbe tudatában beépült az, hogy abban a közösségben, ahol élek, ott kell megerősíteni azokat a kapcsolatokat, amivel az én életemet is, akár a későbbit is tudja szebbé vagy jobbá tenni, úgyhogy nagyon köszönjük, nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a rendezvényért, és nagyon jó helyre megy. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk megköszönni a vendégeink számára az eddigi hűségüket, a veresi önkormányzatnak a vállalkozóbarát hozzáállását. A Veresegy Színház örömmel fogadta a közreműködés lehetőségét, ahogy a polgármester úr is, aki rögtön felajánlotta, hogy az általunk forgalmazott és összegyűlt összeggel azonos értékben hozzájárul az önkormányzat nevében az őszi napsugár alapítvány javára. A jótékonysági megmozduláshoz a Veresegy Színház művészei is csatlakoztak, akik besegítettek a felszolgálásban, illetve az esti órákban sajátos közönség találkozóval egybekötött beszélgetéssel és zenés műsorral is készültek az alkalomra. Az akcióhoz csatlakozva közreműködött az eseményen Aradi Tibor, Verebes Linda, Pindroch Csaba, Fésűs Nelli, Steinkó Erika, Miklós Kriszta, Zorgel Enikő, Pál Tamás, valamint Venyiges Sándor a társulat vezetője.
Ezennel eljött az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezett óta, búcsúval nem ért véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, érzem könnyeket élni kejteni. Lehet így, lehet úgy, de az álmok mezén találkozunk még, találkozunk még, találkozunk még, te meg én. A te életed egyébként igen, hosszú időn keresztül a Gödöllőhöz, és a Gödöllői, tehát Gödöllői vagy eleve, ugye? Igen, igen. És a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületéhez kötött, és köt most is, többek között, mert azért eljátszottál jó néhány szerepet ott a... Rengeteget, pont múltkor még mikor küldözgettem az önéletrajzomat, ugye, még mikor színisuliba jártam, és akkor küldtem különböző színházakhoz. Már nem kell neki küldözgetni az önéletrajzokat, mert a színházunk tagja. Így van. Vagy tehát is, akkor... Remélem, hogy tudok róla, hogyha küldözgeti. Szóval mik voltak ezek a szerepek, amik megtaláltak? Hamletbe játszottam, az is egy ilyen saját írású rockopera volt, ott Oféliát. Ugye Háka és Kevénbe, a képzelt riportban... Majd... Szerepeket is mondjuk, ne csak a képzelt riportban 20. Alabárdost. Hát ott először... Nem, először nem. Először ott kezdtem a Fiatal Művészekbe, ott hát nem is volt szerintem. Tehát és statisztáltam kvázi. Igen, és úgy másodszor? Kezdtem. Másodszor pedig Esztert játszottam el. Akkor már kicsit idősebb voltam. Akkor Oféliát játszottam, Verát játszottam a Méli Hungáriában, Szellit játszottam a Kabaré Musicalben. Kabaréban? Akkor Ankónai szerelmesekben én játszottam Viktóriát. A magyar lány. Ankónai szerelmesek, ezt a címet kérem szépen, hogy minden veresi jól jegyezze meg magának, többet nem árulunk el. A jótékonysági megmozdulást kezdeményező Dédi Vendégháza 2011-ben nyitotta meg kapuit Veresegyház központjában. Tehát 6 évvel ezelőtt egy bezárt üzletet vettünk át. Innentől kezdve szabad volt a választás, hogy mit alakítunk ki belőle. Felmértük nagyjából az igényeket, a Veresegyház polgárainak az igényét. Végül is egy arra következtetésre jutottunk, hogy minél szélesebb kört nyerjünk meg, minél több szolgáltatást kell nyújtanunk, ezért tulajdonképpen a vendéglátásban egy összfér jelleget alkottunk ebből az étteremből, ami abból áll, hogy 11 órától 16 óráig önkiszolgáló az éttermünk, és mellette párhuzamosan állakált szolgáltatást is nyújtunk. És ezzel a szolgáltatással sikerült igazából a veresi polgárok jelentős részét megnyernünk, mert az önkiszolgáló szolgáltatásunk, étterem szolgáltatásunk alapvetően házias ízvilágra épül, és én úgy gondolom, hogy egy jó árérték arányt képvisel, folyamatosan változik, frissül, ugyanúgy tartalmazza a magyar ízvilágot, vannak benne fit, trendi ételek is, és ezzel sikerült tulajdonképpen visszacsábítani a veresi vendégeket ebbe az étterembe. Az étlapunk tartalmazza a standard ételkínálatot, és azon felül, ami egyedi a jellemzően az éttermek kínálatában, havonta megújuló Melinda aktuális ajánlata, ami többek között egész keszeg, roston sütve, vagy pálcolt, libamell, korianderes almamártással, és további ingyenségeket. Ezt minden hónapban megújítjuk, ezt az étlapot, ezt az aktuális ajánlatot pluszban az étlapon felül kínáljuk a vendégeknek. Ezt a Melinda ihlete állítja össze, tehát a Melindától származik minden esetben. Biztos vagyok benne, hogy ha egyszer kipróbálod, akkor vissza szeretnél jönni, mert ez ugyanolyan, mintha a nagymamához visszatérnél. Én próbálom otthonossá varázsolni ezt az éttermet, a hangulatot, a környezetet,
hogy mindenki gondoljon vissza a nagymamájára, mintha visszamenne a nagyihoz, és ugyanazokat az ízeket érezni, amikor régen a nagyijánál érezte. A május 7-én tartott egésznapos jótékonysági rendezvény összes bevétele 632.740 forint volt. A vendégek több mint 60%-a a fogyasztásán felül is hozzájárult a támogató kezdeményezéshez, melynek köszönhetően a Veresegyházi Idősek Otthonában a konyha felújítása, korszerűsítése valósulhat majd meg. Tehát nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és nagyon, ahogyan szóltam róla, hiszek abban, hogy ez másfelé is elterjed ez a kezdeményezés és az otthon felé fordulás, mert rendkívül fontos ezeknek az otthonoknak, most én a miekről beszélek közvetlenül, a bővülése, a felszereltségének minősége nagyon jó, nincs erről szó, mert nincs olyan szekér, amire nem lehetne tenni, tehát nincs olyan minőség, amit nem lehetne javítani, és egyre több ember szorul arra, hogy otthonba kerüljön, amíg valamikor minden további nélkül fölvehettünk embereket, ha bejelentkeztek, ma már sorba állnak az emberek. Még egyszer nagyon-nagyon köszönöm. Szívesen. Az otthon lakója, az otthon vezetője és az egész város nevében. Nagyon szívesen. Mi nagyon szívesen adtuk. Tényleg mi is ugyanígy gondoljuk ezt az egészet, ahogy a polgármester úgy elmesélte, hogy sokszor az öregekre is kell gondolni, azoktól, akiktől kaptuk a jelenlegi életünket, amiben élünk, és én nagyon-nagyon szívesen adom. És én úgy gondolom, hogy a mi vendégeink is így álltak ehhez hozzá, és ezért lett ilyen jó sok összegyűlt. Akkor már ötödik megkapcsoljuk. Nagyon szeretném, hogyha ez tovább menne, és hogyha van egy ilyen kezdeményezés, akkor ezt tovább kell vinni. Tehát látszik az eseményen is, hogy tényleg több oldal azonnal mindenki hozzájárul a maga területével, amit művel. Megvolt itt helyben az ötlet, a Dédi vendégházából, ugye ők az anyagi támogatás mellett, a munkaerő, a költségek, minden is, tehát az anyagi költségek, a munkaköltség, a ráfordítás, a minden egyéb más, ami hozzátartozik, ehhez párosulva, társulva jött a Veresegy Színház, és bekapcsolódva az önkormányzat. Tehát ez egy olyan hármas felállás, hogy szerintem ezt folyamatában lehetne vinni évről évre, és számos civil szervezet van jelen, akik ugyanúgy örülnének a támogatásnak, mint az őszi napsugár alapítvány. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.